A tavalyi pandémia miatt tiltott volt a tűzijáték és a pirotechnikai eszközök használata, idén viszont ezt nem korlátozzák, ismét szabad használni a közterületeken, kivéve a petárdát, amely továbbra is tilalom alá esik. Míg sok embernek öröm, addig az állatoknak rémálom is lehet a szilveszteri durroktatás és tűzijáték. Szilveszterkor rendre visszatérő problémát jelentenek a megriadt, eltűnt állatok. Sajnos azt kell mondjam, hogy most már nem csak a szilveszteri időszakban, hanem születésnapok, egyéb ünnepekkel is ez megjelenik. Szilveszterkor lehet talán legjobban számítani rá. Ilyenkor tudunk a legjobban felkészülni ezekre az eseményekre. Én azt gondolom, hogy aki tudja, hogy érzékeny a kutyája a zajra, az mindenképpen vagy próbáljon vele együtt lenni, ha ezt nem tudja megtenni, akkor biztos helyre elzárni. Ekkor ne adjunk lehetőséget a szökésre, hiszen ilyenkor a kutya megriad, magánkívüli állapotba kerül, és ha ismeretlen környezetbe jut, akár hetekig, hónapokig is elkóborolhat. Pánikreakció jellemző ilyenkor az állatokra, hangsúlyozza Farkas Tamás, a Misina Természet és Állatvédő Egyesület elnöke. Ami nagyon fontos, hogy egy ilyen esemény akár egy egész élete meghatározhatja a kutyának a sorsát. Tehát majdnem mondhatnám azt, hogy hozzászoktatom egy negatív, mert nem szoktatom hozzá, hanem érzékenyítem egy negatív dologra. Először csak a petárdára lesz érzékeny, utána már lehet, hogy akár az égdörgés, mennydörgése is, és már lehet, hogy akkor is ugyanezeket fogja produkálni. Tehát nagyon fontos, azt gondolom a legfontosabb, ismerjük a kutyánkat. És az is talán fontos, hogy lehet, hogy az én kutyám eddig semmiféle reakciót nem mutatott, de hogyha figyelem a jeleket, akkor mondjuk egy öregedő kutyánál is előjöhetnek ilyesmik. Személyes tapasztalat az én egyik idős kutyámnál, és 7 éven keresztül semmi problémája nem volt, 8. évben petárdázással, illetve a szilveszteri durroktatással kicsit ilyen pánikreakciókat kezdett mutatni. Tehát azért megváltozhat a korral is egy kutyának az alaptermészet, az érzékenysége is. Összegzésképpen elmondható, tartsuk közelünkben kedvencünket, zárjuk be a lakásba, vagy olyan helyre, ahol biztonságban átvészelheti a kritikus, erős fény és hanghatásokkal teli napokat. Ha nagyon nyugtalan a kutyánk, akkor célszerű természetes alapanyagú enyhe nyugtatót adni neki, ami az ingerküszöböt lejjebb viszi, teszi hozzá pécssomogyi állatotthon vezetője, aki még egy fontos téli dologra hívja fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy a hideg miatt szükség lenne takaróra, pokrócra, törölközőre. Az épületünk nagy részében infrapanellel melegítünk, tehát ott megvan ez a melegítés. A felnőtt kutyáknak, ha egy száraz biztos hely létezik, akkor ott igazából pokrócozni szoktunk, ami nagyon érdekes, mert ugye nagyon sokan sajnálják ezeket a kutyákat, mi is természetesen, de azért vannak jó néhány olyan kutyánk, aki teljesen mindegy, hogy mennyi pokrócot teszünk be nekik, fél óra múlva, mert ezekkel a pokrócokkal kint játszanak. Tehát a kutyának a hőháztartása az ilyen. Ezzel együtt nagy szükségünk van ezekkel a pokrócokra, takarókra, törölközőkre, hiszen azért bőven vannak olyan kutyák, akik nagyon érzékenyek a hidegre. Ez fajta kérdés is egyébként. Tehát mondjuk egy kaukázusi, egy újfullandi megvázza magát a hó alatt és jövő neki, mondjuk egy pincsi, vagy akár egy rövidebb szőrű, akár egy vizsla is, ők már nehezebben viselik ezeket a körülményeket. Annyit még hadd mondjak, hogy nem a hideg a legnagyobb probléma nagyon gyakran. A legnagyobb probléma az nagyon gyakran a pára, a nedvesség, és az, amikor egy hideggel társul, ez az, ami talán a legrosszabb. Ezért van szükség minél több takaróra, pokrócra, törölközőre télen a menhelyes állatoknak, szilveszterkor pedig a gazdi közelségére, védelmére.